Sziasztok, én Geri, amit és ebben a videómban az várva várt 5x5-ös Rubik kockát fogom kirakni, ami végre meglett. Az egy kár az, hogy ez eredeti Rubik gyártmány, szóval elnézést az esetleges rosszabb forgatási dolgokért. Valószínűleg sok lesz a váltás, ugyanis én ezzel elég sok ideig szoktam elszarakodni, szóval megmutatom, hogy jön kell kiforgatni, és valószínűleg vágni fogok bele. No de, most is vágni fogok, hogy összekeverjem. No, hát össze is kevertem. Valószínűleg ez az első rész egy kicsit hosszú lesz, ugyanis a közepeket is nagyon hosszú idő alatt szoktam kirakni. No de, itt most más lesz a kezdés, mint a 4x4-esnél, ugyanis persze ugyanúgy fogjuk a közepeket is kirakni, csak először egy darab 3-ast rakunk ki, majd utána az összes többi 3-ast, pont nekem kijött, egy 3-as már meg is van, keresünk még, ez itt pont jó is. Az egyik hármas már is van, és akkor ezt is összeforgatom, így, és akkor felrakom. Szóval így, ez a menete, hogy hármasokat rakunk ki először, ugyanúgy folytatjuk, tehát ugyanúgy a szemközti oldalakat fogjuk kirakni egymással. Ugye itt már könnyebb a dolgunk, ugye itt már nem kell azt figyelnünk, hogy mit csinálunk. Igen, és hogyha néha nem fókuszál a kamera és remeg, ezért elnézést kérek. Itt van. Elég nehezen forog. Szóval így már meg is van egy 3-as, és akkor az utolsó 3-ast kéne már csak összetenni. Ami. Aha, így fog működni. Túl sok lett, így. Itt van, és akkor ugye ugyanaz, mint a 4x4-esnél, szóval ideállítjuk ezt föl. Oh, elnézést, meglöktem a kamerát, jajajaj. Szóval így föl, fogadunk rajta a 2-t, majd vissza. Az összes többivel ugyanígy kell elmenni. És hát igen, úgyhogy ezt most itt el is kezdem, én kezdem a zölddel. Olyan nehéz ezt tekerni, valószínűleg veszek majd egy jobbat. Jó, és akkor ez kell nekem. Én egy 3-as is már meg is itt van. Jó, van, össze-vissza beszélek. Igen, vissza. Ez már meg is van, és akkor ezt ide le. Jó, ezt meg. Így, és akkor a zöld oldal már meg is van. Én itt valószínűleg vágni fogok, ameddig néhány fontosabb helyzet ki nem jön, szóval addig vágok. Na szóval vissza is tértem, itt vagyok. Ezt megcsináltam. Én szerintem, mivel ez a videó az elég kicsire sikeredett, ezért folytatom. Az oldalakat ugyanúgy kell kirakni, mint a 4x4-es Rubik kockánál, csak itt ugye 3-at kell egyszerre berakni. Szóval keresünk egy olyan párt, ami jó is lenne. Mondjuk itt van ez, meg ez. Először 2-t fogunk le, és hát először 2-t csinálunk, azt ugyanúgy fölvisszük, mint a 4x4-esnél. Leforgatunk helyet. Másikat, majd vissza. Jó. És akkor ezt lényegében visszahozzuk. Így. Vissza is hoztuk, és akkor megkeressük a másik párját, ami hol van. Hát már hogy alul van. Így.
elnézést, hogy ilyen közel van a kamerához, és akkor, hogyha kettő megvan, megkessük a harmadikat, ugyanúgy összerakjuk. Mondom, felvisszük, vissza, le, és ugyanúgy vissza. Szóval egy pár így már meg is van, és akkor így csináljátok meg. Én megint csak vágok, ugyanis ez rengeteg idő, szóval én ezt levágom. Igen, még valami, hogyha megtervezzük a felső sor, akkor ugyanúgy, mint a 4x4-esnél fordítunk egyet, és itt kezdjük el kirakni. Szóval itt vagyok újra, ugye kiraktam az összes lehetséges 3-as élpárt. Ilyenkor két lehetőség van, vagy ez, hogy van kettő jó élpár és egy és kettő rossz élkocka, ilyenkor megfogjuk itt két oldalt, és így tartjuk a kockát, és akkor oldalt kettőt fel, tetején balra kettőt, igen, aztán megint feloldalt, tetején megint balra kettőt, aztán itt az elején erre fel egy kettőt, itt az oldalán fel egyet, itt megint egy kettőt, itt fel egyszer, erre kettőt, elnézést, jó, és akkor itt jobb oldalt le, jobbra kettőt a tetején, és bal oldalt ezt a kettőt fel. Kétszer. Ezzel meg is vagyunk, mindjárt mutatom a másik kombináció. Szóval a második kombináció, ami kijöhet, az ez, hogy van vagy egy darab jó élpárunk, egy rossz, illetve mind a három rossz. Ilyenkor a kockát így kell tartani, hogy ezek itt jobb oldalra vannak, és akkor mutatom az algoritmus, szóval így, az alján egyet balra, oldalán föl egyet, tetején jobb oldalt egyet, bal oldalt le egyet, ha itt az elején forgatunk egyet erre, aztán itt az oldalán megint csak le, akkor visszaforgatjuk, itt az oldalán föl, itt, és akkor az alján pedig egyet. Így most ez megvan, és akkor nézzük is, ugye ugyanúgy kell megcsinálnunk, mint ahogyan a 4x4-es, 3x3-asnál csináltuk. Mindjárt itt szerintem megpróbál megcsinálni a kamera előtt, bár eléggé nem igazán akar tekerőzni, de hát ha kedvesek vagytok, és jó szívek, és jó emberek, jó kivárjátok. De egyébként ezzel nem akarom a ti idegeiteket húzni, szóval akkor valami kicsit gyorsra fogni a dolgot. Persze. Próbálkozom. Egyébként az egyik célom, hogy beszerezni egy normális 5-5-ös Rubik kockát, ugyanis az eléggé nehéz forgatni. Igen. És ezt ugye a sok megtekintésre tudom elérni. Szóval, és innentől ugyanúgy forgatjuk, vagy hát ugyanúgy csináljuk, mintha 4x4-es, illetve 3x3-as lenne. Ugyanúgy berakjuk. Ezt az első részét ezt majd megcsinálom nektek, de a sárga oldalt viszont teljesen ugyanúgy kell kirakni, mint a 4x4-esnél, illetve 3x3-asnál, szóval azt inkább nem szándékozom megcsinálni. Igazából itt nincsenek peritik, legalábbis én nem tudok róla. Ha összejön a periti, és hát van valami periti, akkor azt pedig a 4x4-es Rubikhoz alapján ki tudjátok rakni, de én úgy tudom, hogy ebben nem létezik periti. Hát nem jöhet ki, úgy mondom inkább. Mindjárt meg is lesz. Utolsó, azaz. Szóval most, hogy így meg vagyunk, ugyanúgy kell kirakni. Jó, kirakom itt maximum föl lesz gyorsítva, de ez nem biztos. Szóval ugyanúgy kell berakni ezeket az oldalakat is.
Egyébként még valami, ugye a 4x4-es Rubik kockánál, illetve a 3x3-osnál is mondtam, hogy itt jelen esetben 3 élkocka, itt pedig 2 élkocka felel meg itt egynek. Szóval az egész úgy kell kirakni. Ezt is rakom. Persze, hogy így alakul be, hogy többet kelljen forgatni. Mindjárt meg lesz, hogy nyugodhattok. Jaj, de akad. Legyalulja a körmömet, basszus. És nem tudom, és nem járatódik be, tehát én ezt már régóta használom, de még mindig nem járatódott be. Ilyentől pedig már ugyanaz lesz. Na jó, ez lesz az utolsó, amit még megcsinálok. Jaj. Ojajaj. Úgy, pattanj vissza. Innentől pedig már ugyanaz, sőt ezt már így be is lehet forgatni. Jó, innentől nem csinálom tovább, tehát azért, hogy ugyanaz a kirakási módszer innen, mint a 4x4-esnek, illetve a 3x3-asnak is. Szóval ennyi lett volna az 5x5-ös Rubik kockának a kirakási videója. Remélem tetszett, ha tetszett, lájkold, iratkozz fel. Szia!